Lejátszották a labdarúgó Magyar Kupa nyolcad döntőjének első mérkőzéseit. A sorozatban még érdekelt ZTFC az első osztályú Puskás Akadémia együttesét fogadta. A párharcban a jobban küzdő egerszegiek győztek. Délelőtt még vastag hótakaró lepte a stadion gyepszőnyegét, ám a délutáni kezdésre ennek már nyoma sem volt. Az első félidőben jobbára a felcsútiak birtokolták a labdát, és többet is támadtak, de nem találtak fogást a hazaiakon. A kékfehérek néhány bátor kontrával igyekeztek meglepni ellenfelüket. A játékrész legnagyobb helyzetét azonban éppen a vendégek hagyták ki. A 30. percben Molnár elől az utolsó pillanatban tudtak csak tisztázni a hazai védők. A fordulás után ismét havazott, az ETL pedig egyre jobban belelendült a játékba. Az enyhe fölény a 65. percben góllá érett. Hudák passza után Babati indult meg, akit Hegedűs már csak szabálytalanul tudott megállítani a 16-oson belül. A büntetőt Vernes félmagasan a kapu bal oldalába lőtte, így szerezve előnyt a hazaiaknak. A Puskás ezután hiába támadott, s lőtt például a 77. percben kapufát, több gól már nem született. Így a télen megerősített zalaiak várhatják jobb helyzetből a jövő heti visszavágót. A találkozót teljes egészében ma este 21:30-től televízión kis műsorra tűzi.